víz alatt a paksi komp kikötő. Szombaton délelőtt még egy talpalatnyi rész szárazon volt, ahol beszélgettünk a kikötő tulajdonosával, de gyakorlatilag egy óra elteltével teljesen elárasztotta a kikötőt a víz. Egy négyzetcentiméternyi terület sem maradt szárazon. Itt jöttünk le, de vissza már nem tudtunk menni az épület mellett, mert 10 perc alatt elöntötte a víz, olyan gyorsan emelkedett. Ugyanis jelentős mennyiségű csapadék hullott az elmúlt napokban, folyóink vízgyűjtő területein, több hazai folyó is árad. Erre lefele a Duna alsó szakaszán az a budapesti 600-as vízállás, az, az nem kokosz gondot itt az alsó szakaszon még, de attól magasabb, az már jobbára a gemenci erdőgazdaságot veszélyezteti. A Duna szombaton tetőzött Budapestnél másnap ért az alsóbb szakaszhoz, így Paksra is, ahol felkészültek az áradásra. A motorcsónakokat elvitték a hangárba, a komp pedig a rendszeresen használt kis vízi kikötőtől feljebb, a 800 méterrel lévő nagyvízi vízi kikötőből indul. Nem volt akkor a víz, hogy az elmúlt 20-30 éve, mióta én üzemeltetem, illetve itt tevékenykedem, hogy ne tudtunk volna közlekedni, mindkét partot meg tudtuk közelíteni, mindkét partot ki tudtunk kötni. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban újabb árhullám várható.